a DivX Synchron interfész készítette. Főszereplők: Ron Mare, Lőte Attila, Louis de Funès, Hallmann Péter, Milan de Monjo, Fehér Anna, Fantomas visszatér, rendezte André Ümbel. Pierre Souvestre és Marcel Allen híres regényhőseinek újabb kalandjai. A kalandokat kitalálta és a forgatókönyvet Marcel Allen engedélyével írta Jean Allen és Pierre Foucault. Zenét szerezte Michel Magne. Fényképezte Raymond Lemoine. További magyar hangok: Csurka László, Láng József, Képesi József, Füzesi Ottó, Varga T. József, Kis László. Magyar szöveg dr. Hársing Lajos. Hangmérnök Szakári Mátyás. Rendezőasszisztens Balázsi Mária. Vágó Kis László. Gyártásvezető Sigmond Erika. Szinkronrendező Vajda István. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. A társaság elnökének nevében és a rejám ruházott hatalmamnál fogva kinevezem önt a becsületrend lovagjának. Teljes szívemből gratulálok. Tiszteletadás! Alig egy esztendeje még, Fantomas tartotta rémületben a lakosságot. A francia ember azonban sohasem esik kétségbe. Nagyon jól tudja, hogy történelmének egy-egy válságos pillanatában mindig támad olyan személy, aki a helyzet magaslatára emelkedett. Bayard, Bonaparte, Zsandár. Igen, felügyelő úr, egy évvel ezelőtt ön az életét is kockára tette a szárazföldön, a tengervizén és fenn a levegőben, hogy kézzel kerítse Fantomas. Egy kis hivatal, akiből semmit sem néz ki az ember. Egy kis senki, egy szürke pötty, egy jelentéktelen honpolgár. Ott terem hirtelen az ellenség előtt, és visszakergeti oda, ahonnan előbújt. Igen, ez Franciaország. Éljen, zsüffelügyelő! Éljen! Még egyszer gratulálok, teljes szívem, egész megbeszélés! Torkomat a meghatottság folytogatja, mégis erőt kell, hogy vegyek magamon, hogy közöljem ebből a dicsőségből. Jár egy kicsi Fandor újságírónak, és mindenre elszánt arányát. Kisasszony, az önkeble. Éppen olyan büszkén viselhetné ezt a kitüntetést, mint az enyém. Köszönöm. Egy éve mi közösen csináltunk valamit, és Fantomas azóta nem jelentkezett. Igen, Emma Frigy a rendőrség és a sajtó között lehetővé tette, hogy Franciaországot megszabadítsuk véglegesen Fantomastól. Köszönöm. Ja. Bocsásson meg, felügyelő úr. Sürgőnyű. Bocsánat, a sürgőny sürgős. Fogja, leírja meg. Igen. Lássuk csak, bocsánat. Fantomas tiszta szívből gratulál.
A közeli viszontlátásra. Tudományos kutatóközpont. Belépni szigorúan tilos. Marsan professzor úr, jó napot! Jó napot! Van Tamás! Gyere, hívj! Megkérhetem arra a szívességre, hogy jöjjön velem. Csak a fejét ne érje sérülés. Gyerünk a kocsiba. A Pirkadat szerkesztősége. Kezdődik megint. Újdonságot kérek, de erősödött Fantomást. Más nem jut az eszedbe. Csak ő rabolhatt el Marsan professzort. Minden vallomás egybevág. Az emberrablás során senki sem látta Fantomást. Igen, mert mindenkit megöltek, akik látták. Megint azzal vádolnak majd, hogy rémületet keltek. Megzavarom az ifjúságot, nevetségesíteszem a rendőrséget. Szinte hallom zsifelük előtt. Ez készpotrány. Igen, készpotrány. Pedig higgyék el nekem, hogy vérzik a szívem, amikor meg kell bélyegeznem egy újságírót, akiből hiányzik minden jobbérzés, és álhíreket ír a lapjába, nézzék! Fantomás elrabolt egy tudóst. Ez az újságíró, akiben meggondolatlanul beléje helyeztem a bizalmamat, sajnálattal nem változott meg. A módszerei is ugyanazok. A célja csak az, hogy reklámozza önmagát és emelje az újság példányszámát, és ezt úgy akarja elérni, hogy terrorizálja a lakosságot. Ön tehát bizonyosabban, felügyelő úr, hogy Marsan professzort nem Fantomás rabolta-e? Egészen bizonyos vagyok benne. Erős tára, hogy miért? Elment a hang. Na de,
Fantomas? Igen, én vagyok. Fantomas. Ó, Istenem, hiszen ez csodálatos. Barátom Fandor nem hazudott önöknek. Igaz, hogy én raboltam el Marchand professzort. Na, mit szólsz hozzá, mi? Kinek volt igaza? Az ő segítségével el tudok készíteni egy borzalmas fegyvert. Ó, micsoda képek! És az meglepetésül szolgál mindenki számára. Még egy kis türelmet kérek, nem sokára én leszek a világ ura. Elnézésüket kérjük, hogy szándékunktól függetlenül képkimaradás történt. Szünet. Pár perc múlva folytatjuk adásunkat. Hát ez nem lehet igaz. Milyen mulatságos. Oda néz. Felügyelő úr, a rám ruházott hatalmamnál fogva és a köztársaság elnökének nevében kinevezem magát parancsnoknak az ostoba fajankok rendjébe. Először is nem volt szerencsém. Úgy, hogy nem volt szerencséje. Ráadásul még nagy szerencséje is, hogy előbb kapott kiküldetés, mint ez a tévés interjú készül. Mi az? Nevet, hogy mond valami? Ha ez a rend, nincsen rendben, ha ez a méltóság méltatlan lett hozzám, akkor vétoztassék a miniszter úrnak a maximális kitüntetésem, mert minimális ordóját tudom megosztani. Ugyan, felügyelő úr! Tupán annyit kérek, legyen méltó ahhoz a bizalomhoz, amelyet magába vetettünk. Lehet, hogy az emberiség sorsáról van szó. De már nincs hitelünk. Olyan korszakban, amelyben Fantoma számára egy tudós agya a világ minden aranyánál többet ér, önnek kötelessége, hogy bebizonyítsa, hogy a rendőrségünk élvonalában egy felügyelő agya ér egy milliárdot. Hát magának van olyan? De. Akkor próbálja meg használni, és revidiálja a módszereit. És revidiálják a módszereiket, vége annak az időnek, amikor egy kis bankrablás, meg egy kis balhé volt a szenzáció. Dolgoztassák azt, ami itt hent van, és egyszer valagyunk, akkor próbálják meg használni. Milyen pofája volna az egésznek, a Fantomas ügyetlen hülye rendőrök fognak el, he? Milyen pofája volna? Majd én megmondom, mindjárt elostom a fajankók volnánk. Fajankók! Hallották a direktívákat? Mit akar? Az eligazításra jöttem. Eligazítom a rács mögé azért, mert elkésett. Az a módszer, amit fennem titoktattunk, hogy mink van, hogy ezzel megijesszük az ellenfelet, már elavult. Az új korszak slágere a titkos ügynök és a bütyürke. Bütyürke? Mit csústorgat? Nem én, nem. Nem ő, hanem én szeretném tudni, mi az a bütyürke. A bütyürke? Az bütyürke. Világos. A bütyürke az olyan parányi titkos találmány, amely a meglepetés erejével hat az ellenségre. Maguk nem járnak moziba? Nem. Megbocsátható. Nos, várjanak itt. Szemléltetés. Bertram? A fegyverét fogja rám. Nem merném megtenni, felügyelő. Fogja rám ezt, parancs? Hát igen, de hát... Olyan nevetséges. Jelentem! Na, ilyen a bütyürke! Valójában maga már halott! Az bizony. Látom, hogy semmit sem értek meg! Üljön a helyére! Most jön a magyarázat! Betítést! Ezt a bütyürkés köpenyt felszereltem egy álmalkarral és egy műálkarral. Figyel maga ott! Hogyne, igen, persze. Az a mozdulat, amellyel felemelem a valódi karomat, nyomást gyakorol az állalkarra és az állkézre, de az éppen úgy felemelkedik, alulról felfelé irányulva. Látszólag tehát két alkarom van a levegőben, és az ellenség úgy látja, hogy védtelen vagyok. Hirtelen azonban, a hasam magasságában előbukkan a kabáton nyílásán, a második valódi kezem is leadja azt a lövést, amely megszabadít. Megértették? Remek, csodálatos. Jöjjön, vegy el a köpenyem. Ó, ez fantasztikus. Micsoda? Valódi És azok számára, akiknek az esze lassabban forog... Hé, maga ott! Tessék! Azok számára, akiknek az esze lassabban forog, azoknak külön bemutatom, hogy hogy működik most ez a készülék. Figyeljenek jól! Nézzék meg hátulról is! Ilyen ez. Na most beleszagoltak előről, hátulról. Maradt valami? A lustábakban is? Jó, megyek! Nem, 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 n
Köszönöm. Na, most bemutatok egy másik műtyürkét, amely szintén az én elmémből pattant ki. Ahogy elnézem, ez egy zsebtenger alatt járó. Dehogy te hülye, rakéta. Nem, ez szivar. Szivar? Szivarpisztoly. Szivarpisztoly nélkül én nem megyek sehova. Itt, ezen a részen van a dohány. Itt foglal helyet a puskapar. Itt található az óramű és a gyújtószerkezet. A szivargyűrű beállításával lehet szabályozni, hogy a szivar 15 vagy 20 másodperccel később süljön el a rágyújtás után. Sürgős esetben, ha leharapják a szivar végét, a lövés eldördül azon nyomban. Szemléltetés. Bertalan, jöjjön ide. Igen. Jöjjön. Na, jöjjön csak. Most meglátják, hogy tud az ember egyszerűen hátratett kézzel, hanyagul szivarozva megszabadulni egy támadótól, aki a fegyverével sakkban tart bennünket. Bertalan, adjon tüzet. Nézzék! Óvatosan! Most beállítom 15 másodpercre. Hopp, várjon csak, úgy. 15 másodperc. Akkor kezdjük el most számolni. Egy, hátra a szerencsétlen! Várj csak, mennyire lehet? Hát, 8. Nem ismerik se a nyugalmat, se a hidegvért, he? Menj el a helyére! Jön a helyére! Kipipáld már ilyet! Én azt akarom, hogy a rendőrség nyugodt legyen! Értették? Nyugodt! Nem pedig nem! A rendőrség legyen nyugodt! Ne hozzá ki semmi a sodrából, legyen hidegvére! Mert a rendőr psziché alapja a nyugi! Ha bármit látnak is, maradjanak nyugodtan! Ha ki guvat a szemük, akkor is nyugodtan maradjanak, mert mindig a nyugi a lényeg! A nyugi, a nyugi, a nyugi, a nyugi, a nyugi! Megköszönöm az előadást Lefebvre professzor úrnak, és most a sajtó tagjai tehetnek fel önnek kérdéseket. Tisztelt professzor úr, most megkérem önt arra, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket feltesznek önnek. Természetesen, csak parancsoljanak. Nagyon szívesen. Ki kér szót elsőnek? Parancsoljon, uram. Ha jól értettem a professzor úr előadásából, az önkutatása párhuzamosan folyik Marshall professzor munkájával. Valóban. Számtalan tudományos kutató munkában találkoztunk. Úgy is mondhatnám, hogy Marshall professzor úr meg jó magam, a hipnózis legismertebb szakemberei vagyunk. Mindketten olyan készüléket akarunk előállítani, amely telepatikus sugarat tud kibocsátani magából, és ezzel ellenőrizni lehet másoknak a gondolatait, és parancsokat lehet továbbítani nagyobb távolságokra. De ha ez sikerül önöknek, olyan robotemberré alakíthatnak bárkit, akinek parancsolhatnak. Igen, ez természetes. De nyugodjon meg, mi mindketten tisztességes szándékkal viseltetünk. És hogy gondolkozik Fantomas? Igen, a kérdés jogos. Ő olyan fegyver birtokában, valóban igen könnyen lehet a világ ura. Ne nyugtalankodjanak. Marshall professzor úr az én most folyamatban lévő kísérleteim eredménye nélkül semmire sem tud jutni. Hiszen Fantomas hamarosan elrabolja ezt a tudóst is. És az rettenetes volna. Dehogy is, éppen hogy csodálatos. Tessék? Angyalom, igazán remek ötletet adtál. Provokálni kell Fantomast. De hogyan? Azt majd kitalálom. Jó napot kívánok, uram. Jó napot. Fáradjon be. Nagyon úgy érzem, hogy már láttam önt valahol. Ismerem önt, igen. Csak tudja már rossz a név memóriám. Akkor bemutatkozom. Lefebvre professzor. Nem, Lefebvre professzor én vagyok.
Mostantól az leszek én is, ha nincs kifogása ellene. No de hogyan? Jöjjön, győződjön meg róla személyesen. Jöjjön csak. Látja? Elég élethű a hasonlóság, professzor úr. Hát ez rendkívüli. Pedig ilyen egyszerű az egész. Nézze. Látja? És látja? Íme? És kész, professzor úr. Elismerem, hogy ez végtelenül figyelemre méltó, de ne sértődjön meg, kérem, fiatalember. Az ilyen stílusú tréfa egyáltalán nincs ínyemre. Higgy el, hogy sohasem mernék tréfálni önnel, professzor úr. Az a célom, hogy kellemetlenségektől kíméljem meg önt, és talán a világ békéjét mentsem meg. A világ békéjét? Azt hiszem, hogy erről nyugodtabban beszélhetünk a dolgozószobámban. Tudja, kisasszony, hogy amit a nyakamba akar varni, az hatalmas felelősség. Igen, de ez az egyetlen megoldás. Ha jól értettem, azt akarja, hogy Fantomas, amikor majd azt hisz, hogy Löffer professzort vitte magával, rabolja el Fandort. Helyes, pontosan. Na ugye? Mert Fandornak főnyeremény lenne. És Fantomas csapdába kerülne. Jaj, de okos. Nagyszerű ötlet, Ellen. Megengedő, hogy Ellennek szólítsam? Most már mindegy. Azonnal el kell mondanom Zsűf felügyelőre. Ne, ne. Miért? Csak neki ne. De miért? Mert ha az ötlet nem tőle származik, akkor nem valósítja meg, ha? Ó, igazán úgy gondolja. Különben is. Legyen ez a kettőnk titka. A kettőnk titka. Olyan férfi van, mint maga. Sikerül minden. Hát ez igaz. Amint ön is láthatta, nem csak Fantomas képes arra, hogy maszkot készítsen magának. Én megpróbálnám, hogy a saját módszerével csaljam csapdába. Engedje meg, hogy én üljek fel ön helyett a római gyorsra. Miért? Marsan professzor úr, ön mondta a konferencián, ön nélkül nem tud Fantomas számára hasznos munkát végezni. Ezek szerint bizonyos, hogy Fantomas megpróbál mindent, hogy önt elrabolja. Igazán nevetséges, amit mesél. Hát, dehogy, higgy el, én ismerem. Hadd menjek ön helyett én Rómába. Nekem jobban való a kockázat. Jó csalétek lesz belőlem. És ha elképzelésünk szerint Fantomas a csapdánkba esik, könnyen elfoghatjuk. Saint-André intézet. Kicsapták. Megint kicsapták, képzeld el. Látjátok, őt is kicsapták. Én meg mindjárt rácsapok, gyere már! Szégyelem, hogy ilyen az öcsém. Utolsó. Szó sincs róla. Testnevelésben mindig második volt. Ülj be. Ne beszélj. És holnap utazunk Igen, Rómába. Micsoda? Ha Misut itthon hagyom, fölfordítja az egész környéket. Igen, akkor vigyük el Rómába. Hát, még mit nem. Az utazás formálja az ifjúságot, igaz, Misu? Aha. Egészen biztos, hogy Fantomas kihasználja ezt a római tudományos kongresszust, hogy elkezdje a nagy offenzíváját. De vajf, mi lehet a célja? Ha? Legalábbis az, hogy elrabolja Löffel professzort, és vajf, mi lesz a mi feladatunk? Hogy vigyázzunk Löffel professzorra. Tehát mihelyest Fantomas megjelenik, hogy elrabolja, csak egy teendőnk van, hogy elfogjuk, de lefeledjék a macseleket, amelyekre képes-e beszélni. Tártsák a szemüket! Szemléltetés! Oda, ide. Ha
emlékeznek egy éve. Sokféle maszkal, amelynek titka már a markunkban van, sikerült Fantomasnak elkövetnie a gaztetteit, így nem csak egy Fandor nevű újságíró képével, akit itt láthatnak, hanem ugyanakkor az én képemben is. És ezt az ostoba képet össze is téveszhetnénk velem. Miként önök is tudják, uraim, Lefebvre professzor ma este felszáll a római gyorsra. Tehát ne higgyenek semmiféle látszatnak, és mindig ellenőrizzék, hogy ki-ki. Ki-ki? Igen, ki-ki ellenőrizze, hogy ki-ki-ki. Ki az a ki-ki? Tudja meg kikiről, hogy ki-ki-ki-ki-kicsoda. Ah. Kérhetek egy kis tüzet? Köszönöm, uram. Minden rendben van, felügyelő úr. És Fandor, az újságírónk? Fandor, az újságírónk. Ki sem mozdul a fülkéjéből, úgy látszik gépel egy újságcikket. Figyeljen Lefebvre-t, amíg átöltözöm. Ezi? Mondom, figyeljen Lefebvre-t, amíg átöltözöm. Zem. Permisso, permisso, gyorsissime, arrivederci, buon appetito. Rendben, a számításunk szerint a tudós most a 27-es kocsiban van a 33-as fülkében. Ne tévesszétek szem elől. Utasításaim Rómára vonatkozó. Második terítés! 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 Fantomas nagyon gyorsan elrabol, csak megfulladok a maszk alatt. Szörnyű, ez a hőség. Maradjanak itt és várjanak! Második terítés! Második terítés! Vagy öregembernek is édes.
Most már tudom, hogy nem hagylak el soha. Igazán. Igazán. Második terítés! Na hát, már tudom, hogy ez valóban szerelem. Miért? Mert amikor csókollak, cseng a fülen. Mi az, felügyelő? Ezek a nők. Mondja magad ős. Igen. Na. Jellemző. Gyerekek, nagyon jó másoknak alibit játszani, de éjjel pusztulok puszta vizen. Mikor megyünk vacsorázni? Na jól van. Segíts visszavarázsolni a szépségemet, jó? Majd a folyosón találkozunk. Oké. Okay. Terítés! Nézzék át a másikus itt, de gyorsan! Nyomás! Rendben, ezt tettem. Második terítés! Hé, nyissa ki! Felébeszik a tudóst, a tudósok a tyúkokkal feküsznek. Ah, itt nincs tyúk. Nincs jogunk hozzá. Nyissa ki! De én! Pofa, de mit képzel? Nyissa ki! Nincs képzelőerő. Nyissa már. Második terítés! Ha! 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 Ez eltűnt! A professzor eltűnt! Ha! Elrabolták! Fantomas elrabolt az ablakon keresztül, és maga azokat! Nem érti? Talán szüksége volt arra, hogy kimenjen. Nem hülye, Fantomas itt van a vonaton. Lehet, hogy itt lehet, hogy fent lehet, hogy bent lehet, hogy lenne itt van a vonaton. Felügyelő úr! Mit akar? Nyugalom, bevallok mindent. Várjon, kitaláltam az egészet. Világos. Fandor elfoglalta a szomszéd fülkét, ahonnan ajtó nyílik ide. Tehát Fandor a professzor elrablója. Ezek szerint Fandor nem Fandor. Nem, felügyelő úr. Persze, nyilvánvaló, Fandor nem Fandor. De igen. De hallgasson meg maga, nyúlagyú. Fandor nem más, mint maga Fantomas. És Fantomas elkészítette magának Fandornak a maszkját. Éppen úgy, mint egy évvel ezelőtt, maszkot visel. Mégpedig Fandor maszkját is, amíg ül egy szólcsépléset, hogy az idő, ő az alatt az étkezőkocsiba telizabálja magát. De, hogy felügyelő, engedje meg, hogy megmagyarázz. Nem! Hagyjon már szóhoz jutni! Nem lehet! Lefer professzor, Fandor! Nem lehet, mert Fandor, Fantomas! Fantomas, te vigyázz! Mit akar, menjen és fogja előtt, mert ő maga Fantomas! Tartóztassa le! Senki nem szállhat le! Itt van Fantomas! Bocsásson meg, asszonyom! Fogják el, Fantomas! Engem engedjenek el! Ott van Fantomas! Fogják el! Ott van Fantomas! A felügyelővel. Nem tudom. Fantomas! Ott van Fantomas! Fogják el! Az ott Fantomas! Na, most a markomba vagy! Leleplezlek, Fantomas! Mi a? Letépem a maszkodát! Ez balandul! Ütödötetem! Mi történt veled? Miért? Nem ismered meg Zsűv felügyelőt? Thank you.
Na most csak a nyomát ütheted bottal. Összekevert nekem mindent. Hát valamit keres itt? Én a... Ki az a cipet? Ez a... Miért tett oda az enyémet? Egy pillanat. Tessék. Itt milyen munkás végeznek ebben a szállodában? Azonnal megtelefonálom magának az igazgatónak. Bánom is én. Hát maga mit keres itt? Ellenőrzöm, hogy nincsenek-e rejtett mikrofonok a professzor úr szobájában. Milyen professzorról beszél? Hát Fandorról. Ha. Hol van Bertrand? Ott lenn. Ha. Bertrand, Bertrand! Itt vagyok. Ha, hol van? Itt vagyok. Nem látom. Mi a helyzet? Nincs mikrofon az ágy alatt, felügyelő úr. Ne szólítson engem, felügyelő úrnak! Ki ne ejtse a száján ezt a szót! Nem érti? Az Interpol emberei megszállták a szomszédos szobákat, hogy védelmezik a tudósokat, és nem is sejtik, hogy én valaki vagyok. Azt hiszik, hogy egy kis senki, itt nincs felügyelő. Tehát? Nincs mikrofon, nincs felügyelő, nincs semmi. Kitűnő, hol van Fandor? A fürdőszobában. Készen? Majdnem. Majdnem készen. Ha. Na, hogy állunk? Még hátra van a bajuszon néhány ránc, a szemüveg, és azután a magáé vagyok. Hát, de nagyszerű. Tudja-e, ha ott a vonaton engem beavat a terveibe, az ötlete már régen valóság lett volna, és talán már régen kezünk kötött volna Fantomász. Önnek köszönhetjük, felügyelő úr, hogy végre valahára jó munkát végezhetünk. Igen, most az a dolgunk, hogy provokáljuk Fantomászt. Én szemmel tartom magát, és ne feledje, rendezvú 11 órakor, hogy megtekintsük Róma műemlékeit. És hol van Lefebvre professzor? Hát Párizsban. Nem, itt van előttünk, ő Fandor. Fandor kimaszkírozta magát Lefebvre professzor. Megértette? Hogy ne, felügyelő úr, persze. Ne mondja nekem azt, hogy felügyelő úr, mondja azt, hogy atyám. Én vagyok a maga atya. Maga az én atyám, és én vagyok a maga atyája. Tehát jelen pillanatban Lefebvre professzor. Fandor, a botunkon a kukac. Kukac? Kukac, giliszta a csalétek, nem érti? Szóval, mihelyt Fantomas megjelenik a színen? Lecsap a kukacunkra. Ő akar mondani a professzorunkra. És mi elkapjuk őt. Érti? Igen, atyám. Nem, atya, de most igen. Nagyon figyeljen. Tartsa rajta jól a szemét, Fandorom. Na de, mit csinál? Egy atya. Reverendo! Reverendo! Questa bambina da battezzare! Micsoda? Mit mondod? Se te nem sincs! Micsoda? Hogy mi? Mit beszélnek? Nem értem! Azt hiszem, azt akarják, hogy a gyermeket kereszteljük meg! És kereszteljem! Hát én nem tudom! Nem... Most mit csináljunk? Nem, képtelen vagyok rá! Nem lehet! Utána! Fogjuk meg! Jó napot kívánok, uram! Engedje meg, hogy segítsen! Köszönöm! Szolgálatára, uram! Professzor úr, egy pillanatra, kérem, adjon nyilatkozatot a televíziónak, nagyon kérem. Nem adok nyilatkozatot senkinek. Kérem. Nem tagadhat meg a nézőktől néhány szót. Nem szeretem a makacskodnak. Na, gyerünk gyerekek a kamera elől! Professzor úr, hiszen a repülőcsésze a jakban? Hogyne, természetesen. Meg vagyok róla győződve, az a meggyőződésem, hogy körül vagyunk véve marslakókkal. Professzor úr úgy gondolja, hogy a repülőcsésze... Ez most úgy áll itt be, mintha hülye volnék. Igen, nyilvánvaló.
És miért nem jelentkeznek a marslapok gyakrabban? Azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon félnek az újságíróktól. Mizsál az ember. Az újságíróktól. Ezek alatt nem hagyhatom így. Féli, hogy van élet a Marson? Hát, ki tudja. És a többi bolygót ki lehet érni, hogy... Sajnálom, kisasszony, fényképészek nem léphetnek be a terembe. Á, ez az a híres sajtószabadság. Sajnálom, ez nem politikai összejövetel, hanem tudományos kongresszus. De nekem feltétlenül be kell menni. Sajnálom, kisasszony. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy elnézem, most már egybegyűltünk valamennyien, és munkához láthatunk. Foglaljanak helyet, parancsoljanak. Erre parancsoljon, professzor úr. Nagyon örülök, hogy a körünkben üdvözölhetem kedves kollégánkat, Lefebvre professzor urat. Kedves elnök úr, bocsánatot kérek a kis késés miatt, és azért, mert rekett vagyok. Ugyanis a vonat megfáztam a vasúti kocsiban. Ó, végtelenül sajnálom. Ez a titkárom. Hölgyeim és uraim, javaslom, hogy legelőször is fejezzük ki forró tiszteletünket. Ami szerencsétlenül járt kollégánk, már Franc professzor iránt, akit Fantomas elítélendő módon elrabolt. Ezennel a 14. Nemzetközi Tudományos Kongresszust megnyitom. Uram, ön szót kér? Kedves kollégáim, büszkeség dagasztja keblemet, hogy ismét összegyűlhettünk eme helyen, a célból, hogy elmondhassuk terveinket, és beszámoljunk egyesztendő alatt, miként buzgolkodtunk a tudomány haladása érdekében. Köszönöm, hogy ilyen számosan jöttek el a kongresszusra, megértvén egy közös ülés szak fontosságát. Munkánk eredményekben oly gazdag, hogy azt javaslom, ezután minden évben tartsunk kongresszust. C'est très simple. Lefebvre professzort kicsaljátok a kongresszusi teremből. Elraboljátok, és én elfoglalom a helyét. Így senki sem fog nyugtalankodni a távol léte miatt. Az igazi Lefebvre professzor a kezünk között lesz. És meg tudok szerezni minden okmányt teljes biztonságban. Hölgyeim és uraim! Ismerjük a tudomány tényleges lehetőségeit, és nemzetközi megegyezés alapján kötelességünk, hogy harcot indítsunk, és pedig közösen az ellen a szörnyeteg ellen. Tehát mindnyájan tudjátok, hogy mi a teendőtök. Te kezded. Oda mély Lefebvre professzorhoz, és azt mondod, a telefonhoz kérik. Igen.
Nem megálljatok, majd adok én nektek Mars lakókat. Taxi! Taxi! Tisztelt elnök úr, szót kérek! Parancsoljon! Véleményem szerint, kedves kollégák, egy Fantomasnak nevezett rémalak árnya nem zavarhatja meg komoly összejövetelünket. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Anderson professzor úr fogalmazott. Professzor úr, telefonhoz hívják. Ugyanakkor úgy tartom, kedves kollégák, hogy minden erőnket meg kell feszítenünk, hogy a jövőben Fantomas ne tudja veszélyeztetni egyetlen tudós életét sem. Telefon. Ám ezzel egy időben kijelentem, jó, hogy mi nem léphetünk fel kezdeményezőként olyan ügyben, amely szigorúan a rendőrség hatáskörébe tartozik. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy egyetért azzal, amit mondtam. És azt javaslom, hogy mostantól ne is vesztegessünk időt egyéb kérdésekre, hanem csak a tudomány nagy kérdéseivel törődjünk. Nincs ellenvélemény? Akkor azt javaslom, uraim, térjünk az első napi rendi pontra. Erre tessék. A legnyugodtabban innen tud telefonálni, professzor úr. Meggyőződhetett arról, professzor úr, hogy minden ellenállás értelmetlen. Legyen szíves követni ezeket az urakat. Fogjátok el! Gyorsan! Mozgás, mozgás! Mire vártok? Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, mozgás utána! Fogjátok el, most már nincs kímélet! Világosan kiderült, hogy nem Lefebvre professzor! Köszönöm, felügyelő úr. Hol van Ellen? Odakint. Fantomas, most nem menekülsz meg a markomból! Tévedés! Ne keverjen össze minket! Én nem Fantomas vagyok, hanem Fandor! Nem ismer meg! Ne kezdje azt, amit a vonatban csinál! Elfogni! Azonnal! Fantomas volt utánam! Tisztelt elnök úr, szót kérek!
Megadom a szót Schmidt professzor úrnak. Uraim! Van Thomas! Van Thomas! Van Thomas! Van Thomas! Elkészítette a maszkomat és úgy követ! Ott van! Ott jön! Itt van! Itt van! Őt fogják meg! Ő Van Thomas! Ő a tenén! Ő Van Thomas! Fogják el! Mi? Há! Nem ő Van Thomas! Hanem ő volt ott Van Thomas! Jöjjön utána! Szép kongresszusom van, nem engedj. Gyere! Hát hiába csinálom. Szállj be! Elismertek? Szállj be! Mit történt a professzorral? Miért szaladt ki a teremből? Na és az a kocsi? Ki ez a kocsi? Van Thomasé. Te most ne tréfálj velem. És különben is miért változtattad meg a hangodat? Azért, mert én vagyok Van Thomas. Nézzen, ez Van Gogh ostoba banda! Csak fontosság! Messze van még a kongresszus. Nem, uram, azonnal megérkezünk. Van Thomas, elfoglak, elfoglak, Van Thomas! Most megvan! Hadd tépjem le a maszkodat! Most megtudom, hogy mi az igazi arcod! Kiderül, hogy ki van! Engedjenek el, engedjenek el, rendőr vagyok, felügyelő! Elrobogott, rendőr urak, segítsenek! A táskámmal elrobogott a taxi! Kérem, segítsenek már! Kérem, köszönöm! Ez volt az igazi Lefebvre professzor! Most rabolják el! Jaj! Jaj! Akarod a karoddal? Mit akar ez a kar? Ejje, te messzire nyújtok! Kiszakadt a karja, tőből kiszakadt a karja! Te is a műkéz, na hát itt a műkézzel! Te rossz barsánt igaz ezzel a műkézzel! Vigyük be gyorsan a rendőrséget! Ne bolondozz! Hogy művesz ilyeneket? Nem az enyém, hogy te mit akartál? Igazán igaz, hogy ez mi? Mondom. Gyerünk, gyerünk gyorsan a rendőrséget! Gyerünk gyorsan! Az első Lefebvre professzor az újságíró volt, vagyis Fandor. Na, az igazi professzor az Párizsban maradt, ne is beszéljünk róla. Amikor a második Lefebvre professzor megérkezett, azt lehetett hinni, hogy ő az igazi. De szó sincs róla, ha? Tehát nem ő volt? Van Thomas volt, hányszor mondjam! Ki kell menni? Parancsoljon! Na most a... Szóval abban a pillanatban elszabadul a pokol. A második Lefebvre professzor, vagyis a Van Thomas ráveti magát az első Lefebvre professzorra, vagyis az újságíróra, és kezdődik a bunyó. Igen, igen, a bunyó. Engem is követek, hirtelen megfordulok, és leterítek két pisztolyt a harmadik kezemmel. A harmadik kezével? Persze, amelyik itt van a hasamon. Nem érti, kérem? A harmadik kezével? Ja, igen, igen. Ne komplikáljuk a dolgokat, vagyis, hogy... Jó, doktorkám, jó van, ezt már mondta a csücs. Ekkor vettem elő az én kis műtyürkémet, amely mindenkit fejbe vágott. Prr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 r
professzort. Az igazi épp akkor jött meg. Én viszont azt hívém, hogy Fantomasra vettem magam, neki mentem Lefebvre-nek. Tudnak követni? Hát, jó, igen. No, no ez kétlem. Akkor üldözni kezdtem a harmadik orvost. Ah, mit is beszélek, a harmadik tudóst. Ah, dehogyis, Fantomas. Na most már mindegy. Szóval ott áll az igazi professzor, akiről azt hittem, hogy valójában csak áll. És valójában a valódi volt. Minden világ. És dacára, a dacárandóknak Rómában, Olaszhonban, Franciahon, első rendőr felügyelője hova jut? A bolondokhoz. A kötelesség áldozata. Professzor úr. Felügyelő úr, végtelen zavarban vagyok. Utána néztem, és minden azt bizonyítja, hogy ön valóban Franciaország első felügyelője. Ha? Megbízhatatlan tökfejek. No, professzor úr. De igen. A gépkocsim a rendelkezésére áll odakint, de kint várja a kapu előtt, mert nem tudod bejönni. És a sofőrön viszi el magát, de nem ne arra, erre parancsoljon. Parancsoljon, erre parancsoljon. Arra? Nem arra. Tessék, igen. Köszönöm. Hálasan köszönöm. Kérem. Messze! Én zsívfelügyelő vagyok! Telefonáljanak! Bertrand felügyelőnek! Én zsívfelügyelő vagyok! Telefonáljanak Bertrand felügyelőnek! Őrült nehéz volt velük megértetni, hogy maga kicsoda, bizony. Képzelj el, rólam az első felügyelőről Franciaországban azt képzelték, hogy bolond vagyok.
ha ezt az újságírók megtudják. Felügyelő úr, tudja mit felügyelő úr? A mi szakmánkban inkább tartsák az embert balondnak, mint hülyének. Igen. Hát akkor magára se húznak kényszer zubbonyt. Most választania kell. Mellettem minden egyszerű. Elég, ha csak annyit mond nekem, hogy igen, vagy hogy nem. Ha elfogadja az ajánlatomat, visszaadom az öccsét sértetlenül és egészségesen. Mire való ez a zsarolás? Mire való ez a sok rossz? Mi a rossz? Mi a jó? Számomra az a jó, amit akarok, amire vágyakozom. Maga szabad. De nem beszélhet senkinek arról, amit most megtudott. Hogy életben marad-e az öccse, meg az a pár barátja, csak attól függ, hogy tud-e hallgatni. Gondolkozzon. Biztosan jól bekapcsolt mindent. Egészen biztos, két mikrofon van. Ez viszont süket. Várjon, most érkezik. Mászkál. Ha. Ez viszont nem tudom, micsoda. Rosteli már kikéri, tisztelje meg jelenlétével az állarcos báját, amelyet szeptember 27-én pénteken ad a Via Santa Margaritán lévő palotájában. Ah, csurgat, csurgat valami folyadékot. Csurgat? Vizet vagy valami mást. Ezt a csomagot önnek hozták, kisasszony. Nekem? Igen. Biztos benne? Igen, kisasszony. Kérem, tegye le az ágyra. Kérem, tegye le az ágyra. Micsodát? Nem mindegy az. Kicsomagol, 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 kicsomagol. Mit csomagol ki? Hát, ami be van csomagolva. Kicsomagol, kicsomagol. Ki az? Én vagyok. Mondd el, hogy mi történt, hol jártál? Mi ütött beléd? Hát nem mehetek el 5 percre sem, anélkül, hogy beléd ötössél. 5 perc, 5 perc. Már egy órája kereslek az egész városban. Hó. Mi az? Beszegszenek. Hó, micsoda veszekedés. Hol voltál? És hol van Misu? Ja igen, Misu, barátok gondjaira bízta, most ennek vissza Párizsba. Igaz is. Mi igaz is? Ha, Párizsban van, írjam már, hogy Párizsban van, barátok vitték oda. Párizsban? Írjam már, mit mondtam. Hitte ki a vállak. Nekem ebből elég. Még nem vagyunk házasok, nem tartozom számadással. Mi történt, mond? Már az idegeimre még. Valami történt? Nem vagy normális állapotban. Bizarr ez a nő. Bizarr, ha mondom. Hagyj engem békén, ne redj innen. Azt mondd meg, hogy hol voltál délután. Ide figyelj, ha tudni akarod, nyomoztass utánam azzal a hülyével, azzal a bárgyú zsűfelügyelővel. Képzelj el. Mit mondtak?
De kíváncsi. Mi köze hozzá? Jöjjön velem. Unom az egészet, elmegyek. Az érzelmeibe tiporni, de arra gondoltam, hogy az arájának a viselkedése egy kissé bizarr. Valóban, különös. Olvassa. Meghívó Rostelli Márki állarcos bányára. Bizarr, nagyon bizarr. Vége az amatőrködésnek. Ettől a pillanattól kezdve én veszem kezembe minden hadművelet központi irányítását. Köszönöm, Ellen, hogy eljött. Számít az. Tudtam, hogy beszélni fog. És azt is, hogy követik. Ez is beletartozott a tervembe. A barátai itt vannak, de csapdába estek. És maga semmit sem tehet az érdekükben. Szik. Csak félszemmel, na de nem a félszemmel! Mire vár, hogy elrabolja? Minden a megadott terv szerint halad, most elkapjuk, vagyis mihelyt mi eltűnünk, szervezze meg a zenekarról a nagy körtáncot! És aztán? Fogják kézen és vigyék a körtáncba! Igen, tudjuk! Azért, kövessen! Eljött a pillanat! Vigyék a körtáncba! Maga is megértette! Hát ezek kicsodák! Az Interpol, az Interpol! Thank you.
azonosítás. Körül kell venni és kézen fogni. Ezt itt értem. Jó. Mit remél tőlem? Hamarosan megtudja. Az Interpolt villamosították. Ó, édeske szerelem! Nem, drágám, most erre nem érünk rá, meneküljünk! De gyorsan, gyorsan! Elég, ha én sátikálok. Vigyázzanak! Erre jó a gép, kuskaláb. Na most már mehetünk. Mi történhetett velünk? Bertrand! Bocsánat, felügyelő, azt álmodtam, hogy pofon vágtak. Nézzen oda! Nézzen oda! Nézze! Látja? Elcsábítottak bennünket. Helyesbitek, elkábítottak bennünket. Itt vagyunk a szózban. Nem ott, hanem Fantomász kastélyában. Köszönöm, ennyit én is tudtam. Biztos itt tartja fogva Misut is. Misut? Fantomász elrabolta? Nem mondhattam meg. Megölte volna. Most, hogy mindenki épségben van, ő is, én is, mi is, mire várunk? Kérem, felügyelő úr, nyuga! Próbáljuk meg kitörni innen, de hogy fogjunk hozzá? Próbáljuk ki ezt.
nép. Kóstolja meg. Nem vagyok szomjas. Nem baj, ezért csak kóstolja meg. Biztosan finom. Nagyon jó helyen adják. Nagyon finom. Ah, megkóstolom én is. Nagyon finom. Megvan. És most felderítjük, hogy az micsoda. Igen. Mi nem iszunk mindig, mint az ottalan állat. Hát ez meg mi lehet? Televíziós masinák. Ah, annyit én is értek hozzá. Hát lehet. Hát ez meg micsoda? Semmi ez. Itt a föld alól is nő a gaz. Nem igaz? Jó napot, barátaim. Pár perc múlva ott leszek. Sehol egy ablak. Igen, valóban. Nyilván egy erőségben vagyunk magas egy között. Nekem már is erősen zúg a fülem. Nálam, kedves barátaim. Igen, palotámat egy vulkánnak a vízben nyúló lejtőire építettem. Egy lerombolt város helyére. Gondolom, hogy romantikus természete elégedett lesz, kedves Eleán. Szükségem volt erre a nyugalomra és csendre, hogy nyugodtan folytathassam a kísérleteimet. Egyébként, uraim, szükségem lesz a közreműködésükre. Kérem, legyenek szívesek és kövessék az asszisztenseimet. Indulás! 1-2! Nyugodjon meg, kedves Ellen. Gondoljon arra, hogy hamarosan viszont látja a kisöccsét. Csak egy mozdulat. Azért. Ellen,
Az öccse élete és a barátai élete egyedül a maga kezében van. Mire való ez a kegyetlenség? Kegyetlenség? Kizárólag tudományos kutatásról van szó. Egy kísérletről, melyről régóta álmodom. Uraim, igazán jó társaságban vannak. Lefebvre professzor nálam találkozott már Sam professzorral. Jelenleg ebben az épületben dolgozik irányításom alatt a világ tudományos életének két kiválósága. Amint tudják, manapság már le lehet választani egy állat fejét a törzséről. Úgy döntöttem, hogy ezt a kísérletet kipróbálom emberi testeken is. Rendkívüli pillanatok előtt állnak. És ha ez a nap az életükben az utolsó is, legalább azzal a vigasszal indulhatnak el innen, hogy egy új tudománynak az úttörői. Türelem. Pár pillanat múlva ott vagyok. Na, nem sürgős? Képzelj el, ezeket a fejeket test nélkül, amint beszélnek nekünk a benyomásaikról és lelki állapotukról. Milyen borzalom? Maga még megállíthatja ezt a kísérletet. Hogyan? Amióta Lady Beltham eltűnt mellőlem, szükségem van valakinek a jelenlétére. Szeretném, ha ezt a jelenlétet maga biztosítaná, és hogy ön szántából eljönne hozzám. Annyi gondolkodási időt adok, amíg felkeresem az öccsét. És akkor bebizonyítom, hogy én mindig megtartom az ígéretemet. Ne türelmetlenkedjen, a főnök azonnal jön. Mondja, derék ember, micsodát? Az ábrázatára van írva, hogy jó szíve van. Pofa be! Kérdésem egyik alapja a szimpátia, sőt a telepátia. Elég legyen. Hát csak nem tagadja meg a tudomány leendő áldozatától az utolsó szivarját. A parancsolat hozunk neked pesgőt is. És táncos nőket. No, de a szivart ezt nem kell idehozni. Itt van bent a zsebemben a szivartárcámban. Csak jó indulata induljon el a keze. Szó, ez az. Egyet-egyedi gyújtson rá. Egyet ő kegyelmének. Egyet az én kegyelmemnek. Ott jön az őr. Elintéztem őket. Ők kegyelmékek, nincs több kegyelem. A szivar jó voltából. Tudós urak, jöjjön gyorsan. Tegyünk, szabadítsuk ki őket. Gyerünk, siessünk, gyorsan. Szabadítsuk ki a rabokat. De régben. És szabadítsuk meg itt. Ne, se semmi állásod. Köszönjük szépen. Nem vesztegettük az időnket, titokban elkészítettük a telepátikus hullámú készüléket. És sajnos jelen pillanatban a készülék hatótávolsága 14 méter 50 centi. Hát ahogy most állunk, az is jobb a semminél. És ez már tökéletes? Teljesen hibátlan. Sokat dolgoztunk rajta. Nézzék, figyeljenek. Gyere ide. Gyere. Gyorsabban. Még gyorsabban. Még... Add át a fegyveredet. A fegyveredet. Gyere. 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 Lép fel ide. Ide lép fel. Hunyd be a szemed és aludj. Na hát, ez csodálatos. Látják.
szabadítsuk ki ellen. Helyes, légy és hol a másik gyót? Ellen! Nos hát, Ellen, hallhatom, hogyan döntött. Engedjétek le a fegyvereteket. Frankjét szerítettél egy munkát, Fantomas. Ennek révén elkészítettünk egy fegyvert, mellyel szemben nem tehetsz semmit. Most ellenet használjuk fel. Nézz ide. Gyertek ide, barátaim. Gyertek ide. Dobjátok le a fegyvereteket. Menjetek ki. Gyorsabban, gyorsabban. Fantomas, fogjuk el! Hülyaszt! Irány előre! Jöjjön, felügyelő úr! Ja! Szálljanak be! Gyorsan! Nincs kalauzda! Mire várnak? Gyerünk, 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 gyerünk! Álljanak meg! Mit csináljanak meg? Mi autó hallják már vissza? Álljanak meg! Gyorsabban, 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 gáz bele, gáz bele! Ezzel nem érjük utol soha! Honnan tudja? Nézze a kilométer órát! Gyerünk, 200-ig mutatja a sebességet! Nem érdekel mindent bele! Gyorsabban!
kanyargást! Így nem érjük utol! Kapaszkodjon! Ezt a kanyart levágjuk! Nem lesz ideje repülőre szállni! Gyorsan, azzal utolérjük! Gyere! Gyorsan! Gyorsan! Rendőrség, a törvény nevében lefoglalom a gépét! Kövesse azt az autót! Micsoda? Gyorsabban! Gyorsan, itt nincs közlekedési lámpa! Még gyorsabban, még gyorsan, kerüljön egészen melléje! Legalább 15 méterre kell kerülnünk hozzá! Miért? Hogy a hatósugaromba kerüljön, hogy leszállásra kényszeríthessem! Na, még egy kicsit közelebb! Á, fele, engem már! Ahhoz ne jöjjön! Még közelebb! Még közelebb! A VTP kicsúszik a markunkból, úgy, mint tavaly! Na, megállj! Az ajtót minden esetre kinyitom. Így. Elment az esze, és utána készül! Mit csinált felügyelő úr? Tönkretette az ajtó! Figyülök rá! Aztán fügyűrészés közben meg kiesik! Legalább kössön fel egy ejtőernyőt. Yeah. Itt talál, vegye fel. Közelítse meg! Gyorsabban! Igen! Mindent bele! Közelítse meg! Mégsem nem vette fel az ejtőernyőjét. Még közelebb hozzá! Közelítse meg! Még egy közelebb! Na még! Az ejtőernyője! Elfelejtette felvenni az ejtőernyőt! Nem az az üres hátizsák! Összekeverne! Ezt tegye fel! Ügyülök rá! Fogja már meg! Ott van! Vigyázzon! Kapaszkodjon! Kell érnem!
találkozunk, Fantomas, úgyis megtalállak, és ennyire méltó a büntetésedet. Fantomas, úgyis megtalállak, megértetted?